A gabona árának emelkedése és a járulékos költségek növekedése már augusztusban jelentkezett, ezek hatását a Kft. Sem tudta kikerülni. Természetesen nem tudtuk elkerülni mi sem az áremelést. Elsősorban a gabona az, ami már augusztusban jelentkezett a gabona áremelés, szeptemberben újabb, és hát nem csak az asszály, nem csak a gabona, az üzemanyag állandóan emelkedik, energiaköltség állandóan emelkedik, az árfolyam ingadozástól függően a járulékos anyagok költségei is emelkednek, ugye ezt most már tényleg nem tudtuk tovább halogatni. Noha igyekeztünk egy olyan árat kihozni azért, ami még mindig barátságos a korábbi hírekkel kapcsolatban. Hát augusztusban volt egy áremelés, egy jelentős lisztáremelés, szeptemberben egy újabb, amiről még mindig tárgyalás van, hogy azért úgy próbáljuk a malmok költségeit, meg árait összehangolni, összeegyeztetni, és de az a legfontosabb, hogy minőséget, tehát lehet kapni olcsóbb lisztet is, de nem jó a minőség. Tehát nem sokra megyünk vele, hogyha megveszünk egy olcsó lisztet, és nem tudunk belőle minőséget termelni, mert végülis az az egy, ami fenntart bennünket, a minőség. Barcagon már a minden malom bezárt, a Pékség távolabbról szerzi be a lisztet. Most két malomból szállítunk, az egyik Szeged környékéről a Júlia malomból, illetve a Jászságból szállítunk a Mária malomból. A Pékség igyekezett mérsékelt emelést végrehajtani. Eddig már 20%-kal emelték a lisztárát, most még egy további áremelés jön rá. Hát mi egy 10%-os áremelést, késztermékben 10%-os áremelést mertünk bevállalni. Az emelés minden pékárut, a kenyeret és péksüteményeket is érinti. A péksüteménynél már korábban aktuális lett volna az áremelés, mert ugye mindig csak a lisztről beszélünk, de nem csak a liszt az, ami meghatározó egy termék előállításánál. Hát a nagyobb terméknél elsősorban a bér és a járulék az, ami meghatározó. Tehát ugye mindig a liszthez vetítjük, de ha azt nézzük, hogy per pillanat egy doboz cigaretta árán 3 kiló kenyeret lehet kapni, akkor azért még mindig alacsony áron van a kenyér. A kerekcipó kenyérből és más pékáruból is többfélét készít. Kenyérféléből naponta ilyen 10-12 féle kenyeret gyártunk, péksüteményből elég nagy a választékunk szerencsére, abból ilyen 80 féle péksüteményt gyártunk naponta. Hát elsősorban a saját boltjainkban van a teljes szortiment, ezen kívül szállítunk üzletekbe, közületnek, és hát összesen 20 fő a létszám. A termékek továbbra is keresettek. Vannak prémium minőségű termékek, az annyira azért nem megy, mert most már 4-500 forintot kevés ember ad egy kalácsért, de még mindig van rá igény, hál' Istennek, úgyhogy azt is sütjük. Egyetlen, amihez nem nyúltunk hozzá, a kifli zsömle árához. Azt meghagytuk a régi áron, és nyilvánvaló, hogy az a legnépszerűbb, de ugyanakkor azért a töltelékes süteményeket nagyon szeretik a gyerekek. Igazából azt mondhatom, hogy még nem esett vissza a termelésünk, reméljük, hogy ez így marad. Kenyérből többféle elvárásnak is igyekeznek megfelelni. Ott jártunk, ahol két újabb termékből volt próbasütés. Itt is az a hagyományos kenyér, kovászos kenyér, cipó féleség, fehér kenyér. Ez azért a klasszikus, ami mindig, mert ugye mindig keressük az egészségeset, de a karcagi birka pörköltös csak a fehér kenyér megy igazán, úgyhogy erről senkit nem tudunk lebeszélni, nem is akarunk. És ezen kívül azért van igény az egészséges kenyérre, hogy tönköly kenyér, rozsos kenyér, búza cipó, magvas kenyerek, és hát éppen most ma délelőtt egy próbasütésünk, amikor is kipróbáltunk kétfajta kenyeret, az egyik egy tönköly kenyér, a másik pedig, ami kifejezetten cukorbetegeknek tudunk ajánlani, mert 8-szor nagyobb a rozs tartalma, mint bármelyik másik kenyérfajtának. A péksütemények esetében mindig a kereslet a meghatározó, igyekeznek ehhez szabni a termékskálát. Kereslet, egyértelműen a kereslet határozza meg. Amikor úgy látjuk, hogy most már valami úgy kezd unalmassá válni, akkor mindig új terméket vezetünk be. És ez azért úgy mindig bejön. A gabonafélék esetében bekövetkező áremelés a péküzemek termékeire is hatással van tehát, ám ez esetben nem kizárólag a lisztárának a növekedése az, ami feljebb srófolja az árakat.